Felkérem dr. Barta Júlia keletkutatót, etnográfust a kiállítás megnyitására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a mellettem álló hölgyet, Kovács Karolina iparművészt, aki fiatalkora ellenére már is szép ívű pályát tudhat maga mögött. A fazekasságot a szülei műhelyében ismerte és szerette meg, beleszületett a tóri fazekasság hagyományvilágába. Természetes volt tehát a pályaválasztás. A fazekas iskola elvégzése után még 5 évig dolgozott a műhelyben, ahol főleg népművészeti termékeket készített, mezőtúri és erdélyi kerámiát. A jó stílus érzékének köszönhetően a díszítés volt a családi műhelyben az ő feladata. Egyre nagyobb gyakorlatra tett szert. Tökéletesen elsajátította a mezőtúri fazekas hagyományok minden csinyát, és örök kíváncsi lévén más területet is szeretett volna megismerni, tanulni, kipróbálni magát a kerámia keretén belül más típusban is. Jelentkezett az Iparművészeti Egyetem kerámia szakára. Az egyetem elvégzése után önálló műhely létrehozásának vágya hajtotta, saját stílusát kereste. Míg az egyetemi évek alatt megérintette az iszlám művészet története, remek művei, érdeklődése egyre inkább a keleti stílusú, főleg török kerámia felé fordult. Egyéni kutatásokat végzett, hogy minél jobban elmélyüljön e különleges világ tárgyalható művészetében. Ma már a török kerámia inspirálja az egyéni stílusát. Mezőtúron él és alkot, iparművészként olyan tárgyakat formáz, amelyek a hagyományos díszítési technikával készülnek, de magukon viselik a keleti stílust. Így is különleges helyet foglalnak el a kortárs iparművészetben. Használati tárgyainak helye van a modern lakáskultúrában is. Török cirádák címet adta a kiállításának Kovács Karolina. Magam ugyan kicsit meglepődtem, ismerve a munkáit. Nem annyira cirádás ez a díszítő stílus, mint ahogy a bohókás címből gondolnánk. Érdekes, izgalmas, különleges technikájú edényei, tálai, vázái a híres török stílust idézik, amit izniki kerámiaként ismer a művészettörténet. Ma már ennek a díszítő stílusnak és a hozzáfűződő hagyományoknak igen magas a rangja, hiszen az UNESCO szellemi kulturális örökségeként tartjuk számon. Milyen is az izniki kerámia stílus? A török hagyományban csinliknek nevezik ezt a stílust, ami arra utal, hogy az így módon készült fajansz Kínából származik. A 16. század elején Iznik, egy nyugat-anatóliai kisváros, lett a központja, és jó ideig az is maradt a jellegzetes kék-fehér kerámiájával. Az 1560-as évek után korszakváltozás következett be, az izniki kerámián is megjelenik a négy virágos stílus. Az akkor kialakított változások hosszú ideig éreztették hatásukat. A kék-fehér minták után megjelentek a színes tulipános kompozíciók. A legnagyobb újítási bravúr a reliefszerűen kidomborodó bóruszvörös, türkiz és a sötétzöld színek alkalmazása volt. 1582-ben harmadik Murád szultán hatalmas ünnepséget rendezett, amelyre meghívott számos európai követet. Az ünnepségen 1000 darab izniki edényben tálaltak. Nem lehet véletlen az, hogy az izniki kerámia európai divatja éppen ezután virágzott fel. A 17. század végére az izniki műhelyek száma jelentősen lecsökkent, szerepüket átvette a már korábban is konkurenciának számító Kütahya, de az elnevezés, mindegy a stílus védjegye tovább él, érteti azt a motívumvilágot és díszítő technikát, ami máig hat. A források arról vallanak, hogy a hódoltság idején a kereskedelem révén nagy mennyiségű török kerámia került Magyarországra, sőt a régészeti leletekből arra következtetünk, hogy itt is készült török kerámia, tálak, főleg talpas tálak, kiöntőcsöves edények. Eljutottak ide is az izniki, majd kütahyai edények is.
A hódoltsákkori kerámia díszítése termékenyítőleg hatott a magyar reneszánsz kerámiára. Szinte azonos a színvilága és díszítő stílus jellemzi a reneszánsz jegyében született magyar kerámiát és a török kerámiát. A magyar reneszánsz kerámiának, a hódoltsákkori kerámiának egy újabb hulláma virágzott fel a megújulni vágyó alföldi fazekasságnál. A szolnoki várásatások anyagát felhasználva, Selmeci László régész és Bellum Tibor népészkutató javaslatára a karcagi fazekasmester ifjú Szabó Mihály látott hozzá a reneszánsz jegyében fogant díszítő stílus újragondolásához. Volt még egy korszak a 20. század első évtizedeiben, amikor a keleti stílus felé fordult az alkotó művészek figyelme. A szecesszió művészeti irányzata tudatosan használta a keleti stílust, tovább éltetve azt az ízlésvilágot, ami a hódoltság idején már megalapozódott Magyarországon. Jász-Nagykun-Szolnok megyében Mezőtúron és Kunszentmártonban, Badár Balázs és Bozsik Kálmán műhelyében született tárgyakon jól látható a török, s az ugyancsak török hatást mutató balkáni kerámia hatása. Kovács Karolina tudatosan merít az izniki török kerámia világából, nem másolja, hanem egyéni stílusának megfelelően újra gondolja azt a világot. Ma Magyarországon az egyetlen iparművész ő, aki a török kerámia művészet élet. 2006-ban végzett a Művészeti Egyetem kerámia szakán, több kiállításon vett részt, ezek többsége gyűjteményes kiállítás volt, Budapesten a Millenáris Parkban, de önálló kiállításon is bemutatkozott már Alsóösön, Szarvason, Budapesten. 2015-ben az 5. Badár Balázs országos fazekas pályázaton iparművészet kategóriában nagy díjat nyert. Budapesten ma galériát működtet, ahol megvásárolhatók a tárgyai. De nem csak ott, nem csak Budapesten, hanem Londonban is, hiszen rendszeres megrendelője egy ottani művészeti kerámiát árusító volt. Nemrég az angol királyi udvar számára is készített kerámiát. Népszerűek a munkái. Mi magunk is meggyőződhetünk arról, hogy Kovács Karolina bravúrosan ötvözi a fazekas hagyományokat, és a modern, a művészi alkotószabadság kínálta formát és stílust. Fiatal kora ellenére igen szép pályaévet tudhat maga mögött. Bár élete fő művei már megszülettek, két eleven legényke, az érett alkotókorszak még ezután jön. Mindnyájunk nevében kívánom, hogy termékeny, boldog, hosszú élete legyen, és örvendeztessen meg minket sokszor még ilyen gyönyörűségekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket!